No hát üdvözlök mindenkit egy még nehezebben kimondható megállóhelyen, Gregorszki, Krakó Gregorszki, na mindegy. És hát igen, ott jön például az ilyen bokurugró vonat, most nem tudom, hogy itt ugye mi a titulusa, mert minden országban más, hogy nevezik, van ahol személyvonat, mint nálunk, ugye, de mindegy, ne veszünk el ebbe, ilyen bokurugró, tehát láthatjátok, hogy ez majd itt is meg fog szépen állni. Ugye láthatjátok, hogy két szélén van a peron, és középen pedig el tudnak hasítani az Intercity-k, Eurocity-k, amik ugye áthaladós vonatok. Na, hát nagyjából így képzelném el például a Népligeti megállóhelyet, illetve Ferencváros és Kelenföld között is a négyvágányosítás, illetve háromvágányosítás után a forgalmat, mert ez egy nagyon ideális kép. Tényleg ezt le kéne követnünk, és ezt kéne úgymond lemásolnunk, hiszen ezzel tudja úgymond csúcsra járatni a kapacitást. Például itt. Na és láthatjátok, hogy mely is állhatta megállóba, és simán elmehetne mellette ugyanabba az irányba, mondjuk egy Eurocity, Intercity, tehát nem zavarják és nem tartják fel egymást. Úgyhogy ez egy nagyon ideális felállás. No, de ebben a videóban nem igazán dicsérni szeretném a lengyel vasutat. Feltétlenül szídni sincsen célomba, egyszerűen csak elmondom a tapasztalataimat. Egyébként az ilyen helyeken, mint ez a megállóhely, ilyen rohadt hosszú a peron, ilyenkor érdemes azt csinálni, amit például Ausztriában csinálnak, hogy felosztják betűrendbe a peront, és kiírják a kijelzőre, hogy a 1-esre jön, és az ABC szekcióba, vagy AC közötti szekcióba fog érkezni a motorvonat, mert itt turista lányok hát felelőtlenek voltak, mert egyébként jó, mondjuk alapvasúti szabály persze, hogy felmegyünk úgymond az A tábláig, de ezt mondjuk egy turista honnan a francból tudja. Úgyhogy leültek itt a peron végénbe, és jött ez a kis szutyok motorvonat, mert egyébként ez semmivel sem tetszik jobban, mint a Flirt, szóval nem tetszik egyébként. És hát felment, nyilván csúcsra járatta magát, ezek meg rohantak, szegények, megvárta őket, nagyon rendes volt, de hát azért mire ezen a peronon itt a szoknyába felfutottak, vagy másfél percig futottak csórók a nagy cuccokkal. Na mindegy, ez csak egy ilyen, ez nálunk sincsen, pedig egyébként szerintem érdemes lenne bevezetni ezeket a betűrendeket, de nálunk mondjuk nincsenek is ilyen mocsokhoz szuperonok, de mondjuk van, azért Kelenföldön van például. Na mindegy. Másik az applikáció. Fú, gyerekek, már az előző videóban is tettem egy kijelentést rá, komolyan mondom nektek, ha sorrendbe kéne tennem a különböző vasúti társaságok applikációit használhatóság szempontjából, és most itt a Mávosat nem sorolom bele, mert nem használtam még életemben. Szóval most a Mávosról nem tudok véleményt mondani, és nem szeretném csak azért szidni, mert úgy összességében a Mávval nagy átlagban nem vagyok megelégedve, mert lehet, hogy az applikáció pont zseniális és könnyen kezelhető, de tényleg nem tudom, mert nem szoktam kezelni. Hát amiket szoktam kezelni, azok közül egyértelmű, hogy a Mujvlak, tehát a cseh applikáció az a legjobb. Utána a szlovén, a román, ezekkel nekem nincs bajom, a RegioJet applikációja is tök jól, könnyen kezelhető. Hát a ÖBB applikáció az valami katasztrófa, én nagyon nem szeretem, nagyon nehezen kezelhető, nincs is Apple Pay-es fizetés. Szóval ott még ezzel a régi rendszerrel, hogy ugye be kellett vinni a kártyádat, és akkor 52-jére is elküld egy SMS-t, azzal erősíts meg, hogy szeretné egyet venni, de még írd be a telekódodat is, szóval körülményes, de hát a lengyel, gyerekek, a lengyel. Egyrészt regisztrálni kell ugye először minden applikációba, ugye, hogy hogyan fogsz fizetni, ki vagy, stb. Na most, mire eljutottam oda, hogy legyen egy fiókom,
Szerintem, hogy fél órát szenvedtem, mert nem lehet átállítani, tehát még egy rohadt angol nyelvre se tudtam átállítani. Lehet, hogy át lehet, írjátok meg, hogy hol, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy tényleg én vagyok-e, csak nézem, hogy közben nem jön valami érdekes, én vagyok-e ennyire béna. A másik, hogy a lengyelek ragaszkodnak ahhoz, amiben én nem szocializálódtam, mert az osztrákok és a csehek is pont leszarják a helyjegyezést, és kiad zsákszámra jegyet minden vonatra, akkor is, hogyha már papíron sincsen hely rajta, meg már mit tudom én, tényleg vagonírozva leszünk, és úgy tudunk csak leközlekedni, ami persze nem egy jó megoldás, de hát én megszoktam, hogy a Railjet lépcsőn ülök, mert már nincsen hely, de akkor is kiadott nekem a rendszer Szentpöltemből mondjuk Bécsbe egy jegyet. Na, ezt majd felveszük, mert ez menő vonat lesz, motorvonat lesz. Hát a lényeg, hogy jaj, ez a motorvonat, ez olyan kis cuki, úristen, hogy beszélek. Na, szóval a lényeg, hogy hát ja, és akkor én is úgy ebben szocializálva majd úgy voltam vele, hogy majd megveszem pénteken a hazafele vezető jegyemet. Már szerdán nem kaptam, mert ugyanis a lengyel applikáció azonnal lezárja, hogyha már nincsen hely. Tehát ő nem szereti ezt, ami egyébként érthető, és mondom még egyszer, nem egy jó megoldás, amit az osztrákok meg a csehek csinálnak, de megszoktam, ahogy mondtam már az előbb. Úgyhogy papíron most haza sem tudok jutni, ne aggódjatok, haza fogok jutni, ugyanis egyébként drágábban ugyan, de a cseh applikációban azokat a vonatokat, vagy azokra a vonatokra tudtok venni jegyet, amihez a cseheknek köze van. Úgyhogy most vettem egy olyan jegyet, ami ez a cseheknek köze van, úgyhogy remélem, hogy eljutok Csehországig, és Csehországtól már minden a régiót megszoktam, hogy úgyis kapok jegyet mindenre is, max tényleg nem fogok tudni leülni. Tehát, na mindegy, kemény ez a lengyel. Nem hülyeség, még egyszer mondom, tehát ez a jobb megoldás, én azt gondolom, hogy igenis mindenkinek legyen helye, és hogyha már nincsen hely, akkor ne adjon ki. Viszont az nem egy jó megoldás, hogy alig van vonat konkrétan Csehországba. Tehát ugye megint csak megszoktam, hogy Csehországba 2 óránként van Pestről vonat, Bécsbe meg óránként, sőt több is van, ha nagyon akarjuk, még beleszámolhatjuk ugye a győri személyeket, vagy inter, vagy EU régiókat, bocsánat, újabb szutyok motorvonat. Szóval a lényeg, hogy megszoktam, hogy van sok vonat, hát itt mondjuk Rakótól Csebe, alig van átszállás nélkül, alig van pár vonat. És átszállással sem túl sok van, katowicei átszállással, szóval az egész nekem olyan picit fura, úgy nekem szokatlan. De persze ott vannak a szlovénok, ahova jelenleg napi egy pár vonatunk van Budapestről, tehát azért van ennél rosszabb is, hogy így mondjam. Na mindegy. A lényeg, hogy Krakkóba ide közvetlen vonat egyébként Pestről, a Báthori van reggel, meg az esti van, ugye az éjszakai vonat, ha jól néztem. Úgyhogy annyira sok ide sincs közvetlenbe, de azért nem közvetlenbe el lehet ide jutni más módszerekkel is. Na mindegy, a lengyel applikáció az katasztrófa. Valaki tudja, hogy kell átállítani németre vagy angolra, az nyugodtan írja meg. Egyébként maga a kezelhetősége sem túl jó, a jegyvétel legalább annyiban jó, hogy az Apple Pay-jel lehet fizetni. Ennyi, ami a pozitívum. Ezt mondjuk az ÖBB, az osztrákok még nem tudták meghaladni. Amin én tényleg csodálkozok, mert az Apple Pay-es fizetés szerintem annyira alapnak kéne, hogy legyen. És ha jól tudom, a Mávosban sincs, de nem használtam, csak egyik ismerősöm mondta. Úgyhogy, na mindegy. Ebben a videóban még mi lesz? Gondoltam, hogy egy teljes videó azért nálunk erre nem megy ki, vagy nem néznétek meg. De este elmegyünk egy Európa Liga selejtező mérkőzésre. Ez nem lesz más, mint a Vizla Krakkó játszik a Rapid Winnel. Természetesen Rapid Winnek fogok szurkolni, de ezt jól titkolom majd a lengyelek előtt. De gyertek! Érdekes egyébként, hogy itt ezek az úgynevezett Zabka boltok vannak mindenhol a városban. És viszont nem nagyon van ilyen nagy Spár vagy ilyesmi. Tehát itt egy Zabka, és ott is egy Zabka, és mindenhol van egy Zabka. Na, megérkeztünk közben a meccsre. Itt vagyunk a stadionnál, hamarosan be fogunk menni, de még egy másfél óra van a mérkőzésig. Amúgy én azt hittem, hogy csak meccsre jövök, nem háborúba, de úgy néz ki, hogy itt azért kemény helyzetek vannak.
Na és akkor benne is vagyunk a stadionban, még egy, hát most már szűk óra, és kezdődik a mérkőzés. Ilyen, amikor kijövünk egy meccsről és vagyunk vagy 30 ezeren, de hát egyszer csak eljutunk valameddig, ahol már jobb lesz a helyzet. Van a híres krakkói sárkány, és ha hiszitek, ha nem, hát pont nem sikerült elcsípnem nektek, amikor tüzet okádott, pedig én már láttam, most nem tudom, hogy milyen időintervallumonként csinálja, mert most volt, de most nem tudom, hogy fél napot nem kell itt ülni, azt gondolom, mert itt sokan várják, szóval megpróbálom kivárni, hát ha sikerül. Hát ennek a videó végén mit mondhatnék? A meccs nagyon jó volt. Tudom, hogy relatíve gondolom nem sokatokat érdekel maga a meccs innen. Nekem egy nagy élmény volt a Rapidot játszani, látni itt. Ugye hát tulajdonképpen az a morbid helyzet alakult ki, hogy a saját stadionjában pont nem láttam játszani soha, mert amikor láttam, akkor a olimpiai stadionban játszottak, vagy nem tudom, hogy ők hogy hívják, tehát az, ahol a válogatott játszik, bocsánat, tényleg hosszú volt a nap, de fantasztikusan jó élményekkel gazdagodtam, mind a meccsen, mind pedig itt Krakkóban, Lengyelországban. Továbbra is furcsálom, az nem tudom melyik videóban mondtam, mert már nekem összefolynak, hogy van ez az úgynevezett nem zapka, tudom, mondtátok, hogy zsével kell azt sem mondani, na mindegy, ezek a kis boltok, nagyon sok van belőle, de így a városban ilyen nagy boltot nem találsz. Ebből rengeteg van, és nekem ez egyébként sokkal jobban tetszik. Szeretem ezt a kisbolt feelinget, tudod, amikor bemész, és tényleg van két hosszúkás polc, az csóközön. És tulajdonképpen nem egy heti bevásárlásra, de ilyen napi, alkalmi dolgokra teljesen tökéletes. Egy Kauflandról tudok, hogy az valahol a város szélén van, de se Spar, se Lidl, se Aldi, vagy ugye ahogy a osztrákoknál nevezik Hofer, semmi erről nem hallottam, hogy Billa, mondjuk a Billát nem tudom, hogy egyáltalán volt-e valaha itt Lengyelországban. Szóval ezek közül egyiket sem láttam, ez nekem tök furcsa. De én továbbra is megköszönöm azoknak, akik támogatják a csatornámat, és támogatjátok azt, hogy egyre távolabb és távolabb kerüljünk Magyarországtól, és betekintést tudjak nektek nyújtani ezekbe a helyekbe. Igen, le kell feküdnöm most már aludni, holnap egy újabb videó itt lengyelbe. Szóval lent van a PayPal a leírásban, és tényleg hálásan köszönök, minden forint számít, és minden forint jól jön. Úgyhogy legyetek jók, nyomjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és most én elköszönök tőletek. De csak a következő videóig, sziasztok!